Vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industri Kft. készítette a fényező műhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex közép-európai Kft. A Dino Sportiradó szakmai partnere a Magyar Tekvandó Szövetség támogatója a Kvon. Sportosat. Híradónk vendége Dajka László, a Honvéd egykori válogatott labdarúgója, és aki rövid ideig ugye az U21-es válogatott szövetségi edzője is volt. Hát a mai beszélgetésünk témáját ugye a magyar és a horvát barátságos mérkőzés adja, de még mielőtt belekezdenénk ennek a mérkőzésnek a szakmai elemzésébe pár szót említsünk meg az U21-es vasárnapi vereségéről, hiszen ebéselejtező volt, ugye? Abba szerepel az U21-es <coughs> válogatottunk, és hát nem fényesen szerepel. Hát nem, szervusz és köszöntöm a nézőket. Én is úgy gondolom, hogy aztán majd a nagy a rákanyarodunk, ahogy te is mondtad, hogy ott a pozitívumokat, amit én láttam, azokat nem láttam az U21-es válogatottnál. Tehát itt rövid időn belül, 3-4 napon belül két mérkőzésből szereztünk egy pontot. Azt hát is itthon. igen, itthon, tehát Izrael eljátszottunk itthon, 0-0-ás gól nélküli mérkőzést hazai pályán, és most pedig uh, Albániában kaptunk ki kettő egyre. Én úgy gondolom, hogy uh, nekem ez egy kicsit meglepetés. Na, miért? Uh, én ismerem a újvállagatottakat. Uh -huh. 19, főleg 19, 20, 21, uh, tehát én azért ezt képbe vagyok. Képbe vagyok a játékosokkal, ki hol játszik, mit csinál, uh, mit tud. Tehát az én uh, szakmai és ezen belül magánvéleményem az, hogy nekünk egy nagyon jó Névre. Ezt kell, hogy mondjam akkor így utólag. De az nagyon nagy dolog, mert azt mondom, hogy névre. Névre nagyon jó U21-es állományunk van. És uh, itt ki, ki lehetne térni a uh, balogra, a uh, zsótérre, uh, a külföldön játszó játékosokra. Sorolhatnám szinte igen, mindegyiket, igen. hogy a besére, aki már a nagy válogatott keretben van. Tehát uh, olyan játékosaink vannak, akik... akik uh, külföldön is futballoznak, elég sokat játszanak ott, itthon meghatározó szerepet játszanak az első osztályú csapataikban általában. Most tisztelt a kivételnek, mert Nem mindig van olyan is. Persze. Tehát én azt mondom, hogy ez a válogatott keret, 21-es válogatott keret az én magám véleményem szerint többre hivatott. Majd jelenti a negyedik helyen áll, ugye és a harmadik helyen álló csapat is most már három ponttal elhúzott. Akkor most már lefőtt a kávé, nem fogunk tudni kiútni, vagy még hogy látod az esélyeket? Én úgy gondolom, hogy nem akarok ezzel a szóval élni, ahogy mondtál, hogy lefőtt a kávé. Én inkább úgy gondolom, hogy ezekkel az eredményekkel, amit elértünk, nem tudunk ott lenni, és ne is akarjunk ott lenni. Hm. Tehát ezek az eredmény, ez így kevés. Tehát itthon játszunk izrael idegenben játszunk Albániával. Ebből a két meccsből minimum négy pontot kellett volna szerezni, szereztünk egyet, tehát így azt mondom, hogy összességében esélytelenek vagyunk. Ez azért is lényeges kérdés, mert ugye egyre -egy több szakember azt mondja, hogy az az igazi tehetség, aki 18 évesen már a felnőttek között meghatározó tud lenni. Na most jelen pillanatban úgy látjuk, hogy a 21-es 21 válogatottot alkotó játékosok, egyik sem olyan. Akkor így mi lesz a jövő? Hát én az előbb azért visszakanyarodnék, hogy lehet, hogy egy palármóban nem játszik meghatározó szerepet a balog, de azért most már kint van pontosan, nem is tudom, két-három hónapja. És a többi külföldi játékos is, akik kint játszik, a hazaiak nagyon sokan azért meghatározó szerepet játszanak a csapataikban, Előfordul, hogy kispator, kispadosak, de azt kell, hogy mondjam, hogy játékban vannak. Azért többségük játékban van. Én úgy gondolom, hogy ez a 18 év, most ez előfordulhat, hogy lehet, hogy egyik játékosnál ez 18 év, vannak akcelerált játékosok, retardált játékosok, ez a szakmán belüli megfogalmazás, akik hamarabb érnek, később érnek. Ez, ez igazából azt mondom, hogy annyira nem mérvadó, egy biztos 18-19 évesen az oroszlán körmöket mutogatni kell, mert aki akkor nem mutogatja, később már nagyon nehéz. Uh -huh. Én úgy gondolom, hogy, hogy. Na most itt a jelenlegi U21-es válogatottban van olyan játékos, aki azt mondja, hogy igen, mert ő lesz majd a jövő ember a nagy válogatottnál, ő rá fog épülni a magyar felnőtt válogatott. Hát van én olyan klasszis? Én, én nem szeretnék kiemelni senkit, mert ö, esetleg kihagyok bárkit is. Én inkább azt mondom... Nem is kell név, csak egyetem van, vagy egy vannak. Ö, én úgy gondolom, hogy ö, minden év, amikor kezdődik egy szezon, az, ö, az tulajdonképpen egy kicsit, ö, egy kicsit ilyen ismeretlen, hogy, hogy, ahogy fogalmaznék. Nem lehet tudni előre, hogy melyik játékos, jön ki a lépés abban az évben, melyik játékos fejlődik. Én inkább csapat szinten gondolkodnék, ahogy látom ezt az U21-es keretet, hogy hát erre a keretre föl lehetne építeni ismét fokozatosan a magyar válogatottat, fokozatosan oda lehetne az U21-es mm. keretből majd venni a nagy válogatotthoz. De hát az, az, is igazság, hogy az U21-es, a nagy válogatott között azért megint van egy nagyon komoly különbség és szakadék, mm. tehát csak a legjobbak tudnak oda kerülni. Én úgy gondolom, hogy azok, akik itthon, most mindegy, hogy magyar első osztályról beszélünk, meghatározó szerepet játszanak hétről hétre, és játszanak a csapataikban, azok, akik kint, ö, ha nem is meghatározó szerepet, de azért 50%-nál vagy annál többet játszanak a csapataikba, azért azokra föl lehet építeni egy, egy csapatot. De visszatérve a kérdésedre, én csapatban gondolkodom itt az 21 nél is. Nehéz kiemelni azt, hogy most XY oda fog kerülni a nagyválogatotthoz. Én, én azt mondom, hogy ezt a keretet, így ahogy van, sok, sokkal jobbá tenni, tenni nem lehet. Az U21-et jobbá tenni nem lehet, türelem kell, meg meg kell vizsgálni azt, már bocsánatot kérek, aki velük dolgozik. Így van. Jó, akkor ennyit a fiatalokról, fiatalokról, hát 21 éves labdolgókról. Meglepődtél? Mit szólsz ehhez a mérkőzés eredményhez, hogy Magyarország, ugye, Horvátország ugye, egy-egy? Ő. Egy. Ö... Én így elsőre, tehát itt, itt, most így nyilvánosság előtt azt mondom, hogy gratulálok, mert valahol azt éreztem, az első fél idő tapogatózása, óvatos játéka, ott azért egy kicsit még meg voltunk lepődve, kivel állunk szembe, milyen játékosokkal, reál, hadd ne soroljam ezeket a játékosokat és a nevüket. És úgy gondolom, hogy fokozatosan ö, léptünk előrébb játékban. Második fél időben sokkal bátrabban futballoztunk, és ö, valahol azt mondom, hogy a 20 ezer néző buzdítása mellett fejeztük be a mérkőzést. Ö, soha ö, jobbkor nem jöhetett volna a Gyugyák Balázs szabadrugás és hozzá kell tenni, hogy bármit is mondunk, Balázsnak Európa klasszis balába van, én úgy gondolom, a románoknál a rövid az utolsó pillanatokban, most a másik oldalra az utolsó pillanatokban, tehát e, ilyenre is képesek vagyunk, de nekem az volt a legfontosabb, hogy nem szorultunk be a saját 16-osunk elé, próbáltunk kijebb jönni, följebb csapatot, kijebb védekezni, tehát e, azt mondom, hogy kifutotta magát mindenki, nem hiszem. Tehát a mérkőzésben azért több nem volt, úgy gondolom, de és nem is sorolom én ezt bravúr kategóriába, uh -huh. egy magyar válogatott itthon játszott, egy magyar válogatott, aki kijutott az Európa-bajnokságra, jött hozzánk egy horvát válogatott, aki természetesen, ha azt, figy azt nézzük, hogy hol játszanak a játékosok, válogatottság, meg aztán újságból olvastam, hogy föláraszták a horvát válogatottat, meg a né, magyar nem válogatottat, nem? nem igazán mennék én ebbe bele, nem inkább azt mondom, hogy hazai pályán megtettünk mindent, Ebben a mérkőzésben ennyi volt, és ez a mérkőzés azt mondom, hogy egy igazságos, döntetlen elért no. véget. Ugye a mai sporton, ugye, címlapon ott van, Gyüzsek Balázs kijelenti, bárki ellen van esély, az osztrákok és az izlandiak sem jobbak a horvátoknál, ebből kiindulva. Valóban akkor most már ide nekem az a is? Hát euh, így ahogy euh, ez itt csavarom, van, hogy a Horvátok sem jobbak az osztrákoknál és az izlandiaknál. Tehát, vagyis, ha, bocsánat, Azzár, a, a, az osztrákok és az izlandiak sem jobbak a horvátoknál, hát itt az a lényeg, hogy nálunk ne legyenek jobbak. Igen. És akkor itt jön az, Jó, hogy minden mérkőzés más. Így van. És arra nem beszélve, ez barátságos mérkőzés volt. Ezt azt nem győzik, hangsúlyozza szakemberek, és nagyon sokszor már felmerült, hogy egyáltalán erre szükség van-e. Nagyon sokan már külföldön is ez már téma. Ugye 2007-ben az olaszokat is megvertük 3 1 -re. Tehát barátságos mérkőzésem. És talán még se jutottunk ki sehová. Tehát e, ilyen eredmények korábban is voltak ilyen nagy csapatok ellen. Sőt, ez nem is volt győzelme, csak egy döntetlen volt. Tehát még igazából ezt nem is kellene annyira túlhegni. De most mi az EB miatt egy kicsit még, még ezt a döntetlen is győzelemnek látjuk, hogy még, nagyobb, még jobban felfokozzuk a hangulatot? Igen, és én úgy gondolom, hogy nem, ez nem baj. Tehát kijutottunk egy Európa-bajnokságra, ahol ö, csak átlagot mondom 30 éve nem voltunk, így pontosan nem tudom megfogalmazni értelen, és ö, megmozdult. megmozdult a közönség, főleg a válogatott irányában, és ö, én úgy gondolom, hogy... Az e Európa-bajnokságra való kijutás, és ez az utolsó három mérkőzés. Inkább ezt leszűkítem erre a uh -huh. három mérkőzésre. Előtte sok hiba volt, nem igazán tetszett nekem sem a játék. A két pócselejtező, és ez, főleg itt a második félidő, tehát a Jaj, magyar de... válogatottól uh -huh. olyan ö, teljesítményt és olyan, olyan ö, mutatókat vonultattak föl, ami, amit előtte nem láttam. Na most ö, természetesen visszatérve, hogy mondtad, barátságos mérkőzések, tétmérkőzések, kellenek ezek is. És én úgy gondolom, hogy azok az összecsapások, meg kakaskodások, azok nem mű balhé volt, ahogy azért itt ezen a horvát mérkőzésen egy-két játékosunk összeakaszkodott az ellenfél játékosával. Természetesen a horvátok is nyerni akartak, és egy harapós, fegyelmezett magyar válogatott ellen találkoztak. Én nem mondom azt, hogy ha tíz meccset játszanánk, természetesen többet nyernének a uh, horvátok, uh -huh. de ezen a mérkőzésen azt mondom, hogy, uh, és most csak ismétlem magam, megérdemelten szereztük meg az egyik pontot, és ez megint egy olyan kis alap a két pót selejtezőt ide vonva, amire lehet építeni. Tehát végre azt mondom, van valamire építeni, van egy kis. Uh, önbizalom. Van, 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 van olyan játék, van a fél idő, második fél idő, első félidő idő a második fél idő bátrabb játéka. Tehát erre lehet építeni, és úgy gondolom, hogy a játékosok önbizalma is, is végül is olyan helyre kerül, ahol, ahol tényleg megijednünk, senkitől nem szabad. Se osztrákoktól, se izlantól, se portugáloktól, akik otthon most kikaptak például a bolgároktól. Tehát nekünk senkitől nem szabad megijedni, egy biztos, hogy az Európa Bajnokságon nekünk nagyon magas százalékot kell ahhoz teljesíteni, hogy mi pontot, vagy esetleg pontokat tudjunk a. szerezni. Az uefa van lehet olvasni, ugye értékelték a magyar csapatot is, nem tudom, olvastad-e, és a több kérdést feszegetnek. Azt mondják, a legnagyobb kérdések között azt vetik fel, hogyan képes Stork több gólt kisajtolni az egyszem csatárból, legyen a szalajádán, Ádám, Pliskin Tamás vagy Böde Dániel? Fontos kérdés továbbá, hogy a nagy nyomás alatt lévő védelem ki tud-e tartani annak érdekében, hogy az általában gólszegény támadó szekció bevihesse a döntő találatot. Tehát, hogy állunk akkor a, ezzel a gólövésel? Mert ö... a védelem viszonylag az, az jó. Igen, tehát ö, tulajdonképpen azt mondom, hogy a védelmünk a Dárdai Pali alatt kezdett stabilizálódni. Igen, igen. Na most ezt a, ez a védekezés tovább, tovább vitte a, a szövetségi kapitány is, és ez működőképes. A kérdés az jó, hogy a védelmünk elég elős lesz ahhoz, hogy ki tudjuk húzni a mérkőzéseket, és megvárjuk azt, hogy valamelyik csatárunk betaláljon. Én sem látok, megmondom őszintén, én sem látom azt, hogy a magyar válogatott 3-4 gólt fog rúgni bárkinek is. Most jelen pillanatban nem látom, de minden mérkőzés más. Annak is csak egyszer kellene ez elindulni. Ez a szép foci, hogy ez. hogy bízók. Igen, ez is szép futballban, de ezt én sem látom, ezt a 3-4 rugott gólt, természetesen. Tehát a magyar válogatottnak, ha tisztában akar lenni önmagával, már pedig szerintem tisztában van, és a szövetségi kapitány is tisztában van ezzel, a magyar válogatottnak egy stabil védekezésből minél följebb, nem a hátsó régióban, minél följebb megkísérjen a labdaszerzést, és abból a labdaszerzésből próbálni kontrákot vezetni, természetesen. Nagyon masszív védekezés kell továbbra is uh, csinálni. Na most, most, ez a masszív védekezés, bocsáss meg, azért az UEFA szakember itt is látnak egy hiányt, méghozzá azt írják, hogy a belső védekezés, belső védekezés szilárdságát is dicséri, tehát az nagyon jó. Ugyanakkor ismét felvet, hogy a fürge szélsők ellen meggyűlhet a magyar válogatott baja. Tehát, mintha a szélen ezek szerintok egy kicsit lassúbb játékosink lennének, mint kellenének, hogy legyenek. Hát, tehát... Én úgy gondolom, hogy a gyors szélsők ellen bármelyik válogatott baja meggyűlhet a széleken. Ö, én, én azt mondom, hogy ez a szövetségi kapitány dolga, hogy a lehető legjobb Négyes megtalálja. És ez mire van, Ők az ilyenek, ilyenek, de ők legjobb. Én, én úgy uh -huh. gondolom, hogy valószínű, hogy uh, uh, sorolhatnék föl most hat játékost, és abból valószínű, hogy négy játszani fog a védelemben. Ez a szövetségi kapitány dolga. Én úgy gondolom, hogy uh, a védekezésünk stabil volt, bár azért azt hozzáteszem, hogy uh, rosszul zártunk és rosszul helyezkedtünk. A mondjuk is Golyánál. Igen. Tehát a annak is a labdának nem szabad is, igen. lett volna eljutni a hosszú oldalra. Tehát azért mondom, hogy van mit tanulnunk, nincs ezzel semmi probléma, de még egyszer mondom, hogy én úgy érzem, hogy a védelmünk mindent megtesz. Így van. A két szélső hátvédés kihozza magából a maximumot. Ha a szövetségi kapitány talál jobbat, mint a jelenlegiek, akkor valószínű, hogy be fogja tenni, vagy észre fogja venni, de én azt mondom, hogy inkább a jelenlegi srácokat kell úgy összekovácsolni, és itt a, most csak a védelemről beszélünk, hát van egy csapat, van előtte Igen. egy középpályás védekezés, Igen. meg a támadóknak is be kell segíteni, főleg a szélén, mikor ö, az ellenfélnél van a labda, hogy zárjuk a területet, akár egy 4-5-et, vagy bárhogy védekezünk. Tehát azért egy csapat védekezéséről van itt szó, ahol természetesen nagyon fontos a hátsó alagzatnak a, a mozgá mozgás. Mindentől függetlenül végül is itt, itt igazából a, a nagy sötét volt a csatárkérdés. Ki fog, kik fognak gólokat lőni? Hát ö, ezt a kérdést föltetted, akkor ezt elmondom, mert ez a... Nagyon kíváncsi voltam akkor, amikor ö, német Krisztián elszerződött ö, Amerikából. Tehát ö, már most az első mérkőzésen nem azt a német Krisztiánt láttam, aki volt. Ez az én uh -huh. Ez az én véleményem. Viszont azt is hozzáteszem, hogy az utóbbi mérkőzéseken, tehát ami, amikor elment, tehát Amerikában futbolozott, és onnan jött haza, azt mondtam, hogy na, 30 évesen beérett a uh -huh. német Krisztián. Ragyogó dolgokat csinált, egy az egyben tarthatatlan volt cseleket. Én félek attól, hogy az a bajnokság most, ahol ő szerepel, őt vissza fogja egy picit vetni, és én már már most ezt láttam. Uh -huh. Én tőle többet vártam. Ha ő azt a teljesítményt nyújtja, amit az utóbbi mérkőzéseken akácsereként jött be, az a dinamika, ez nem volt most benne. Én kíváncsi vagyok arra, hogy hogy a német Krisztián tudja-e hozni azt, amit én láttam már most tőle az utóbbi egy-két évben. Ez a váltás, én úgy gondolom, hogy nem, nem válik majd előnyére. Mm. Tehát most csak kitértem őrá a német Krisztiánra, akit azt mondom, hogy Fiatalon is ragyogó futbolista volt, de most már küzdeni is megtanult 30 éves korára, és ez, ezelőtt ez tetszett nekem. Most egy picit azt mondom, hogy, 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 hogy úgy hiányzott belőle egy-két dolog. Az, hogy most a Priskin, a Szalai, a Nikolic ki fog játszani, Igen, Másik ő... oldalon a Balázs azért biztos fog játszani, tehát azért az ő pontrugásai, Szorkális a is mondja, hogy most tette arra a szélre, hogy most kíváncsi volt, hogy úgy milyen a válgatott, most keresi még a helyüket, hogy mikor tud a legjobb lenni a csapat? Igen, én egy picit csodálkoztam is a cserén, hogy a Nikolics baloldalra jött be. De mondta, hogy tudatosan igen, már ki? Igen, hogy soha nem is volt ez a posztja, de azt mondom, hogy nem okozott csalódást. Ment, tette a dolgát, lehetőségek voltak, attól függetlenül természetesen, hogy az ő játék az ott az leshatár. Uh -huh. Én azt hittem, hogy átállunk 4-4-2-re, uh -huh. mivel vesztésre álltunk, de azt mondom, hogy ez így is jó volt. Ez így is bejött, és, és semmi más nem szeretnék, mint azt, hogy ez a három mérkőzés, amit itt utol, utoljára játszott a magyar válogatott, én várom a folytatást. És még egy picit, picit, picit lépjünk előre, és azzal hát, ha pontokat, pontot pontokat tudunk szerezni az Európa-bajnokságon. Hát igen, de hát erre még lesz időnk ezt fejtegetni. Ez hogy van tényleg, hogy több mint 20 ezer néző volt kint a válogatott meccsen? Magyar bajnokikra nagyon-nagyon-nagyon kevesen mennek. Szinte nincs is nézője. Én úgy gondolom, hogy a magyar válogatott eddig is megmozgatta. Tehát amíg esély uh -huh. volt már az előző kapitánynál a Dádai Igen. Palinál, most is a magyar válogatott azért az megmozdítja a népet. Uh -huh. Tehát én azt mondom, hogy azért nem nagy ez az országunk, azért van itt egy olyan magyarság, aki, és akkor itt most azonnal beszélhetnék a címerről, meg himnuszunkról, mm -hmm. meg mindenről, de ebben nem akarok ebbe igen, az igen. irányba elmenni. Ö, van itt egy olyan magyarság, aki nagyon ki van éhezve a futballra, és nagyon-nagyon büszkén megy a mérkőzésekre, ha látja, hogy megtesznek mindent, és van egy kis eredmény. És ez miatt van az, hogy ott van a címeres mez, Magyar vagyok, majdnem úgy érzi, nagyon-nagyon sok ember, hogy magyar vagyok. Ott van a helyem a csapatom mellett, ott van a helyem, hogy szurkoljak nekik. Egyenlőre ez egyesületi szinten, és akkor csak el elkalandogok egy picit, Anglia, stb. ott félelmetes, ahogy a hazai vagy a városi csapatnak tudnak szurkolni az igen. emberek, ez itt még hiányzik. Ez itt még hiányzik. Pontosabban ennyire... elkopott, mert volt. Ö, volt, igen, volt. Elkopott. Így van, És így azt mondják van. a szakemberek, hogy most már kész, tehát ez most már nem fog visszajönni. Tehát az, ami régen volt. Lehet, hogy lesz egy kis megmozdulás, előrelépés, de már az soha nem fog visszajönni, hiszen akkor teljesen más társadalmi politikai struktúrában értünk is. Ő, teljesen más volt, pontosan így van. Én is úgy gondolom, hogy mint hogy se a játék, se a hangulat nem fog visszajönni, de én, de én meg vagyok győződve arról, hogy ha a magyar válogatott, csak kettő vagy három pontot tud szerezni az Európa-bajnokságon, az lendíteni fog a magyar ö, bajnokságon is. Tehát ebben a pillanatban hogy kijutott a magyar válogatott, azért Lengyelország pillanatok alatt viszi a játékosainkat. És az, a, az, az előrébb tart a lengyel futball jelen pillanatban. Tehát az eredmények, akár válogatott szinten, ha ne talán Európa-kupába, vagy bármilyen kupába eredményt érnénk el, klubszinten, az óriási lökést adna, és jönnének az emberek. Uh -huh. De ehhez megmondom őszintén, így van, eredményt kell produkálni. Klubszinten. Klub szinten. És reméljük válogatott szinten is. Mert válogatott szinten már van egy kis eredmény. Hát igen. Zárásként, mi van veled, hol dolgozol? Jelenleg MB3-ban Dabason. Történt ott egy kis kellemetlen hogy fogalmazzak, nem incidens, hanem kis történet, ahol, ahol a Dabas edzője fél időben, három-négy héttel ezelőtt rosszul lett, uh -huh. kivizsgáláson van, és én már voltam Dabason, elfogadnak, szeretnek, tudták, hogy szabad vagyok, fölkértek, hogy segítsek. Hosszú távban gondolkodnak ők is. Egyelőre azt mondtam, hogy én június 30-ig próbálok segíteni. Aztán addig utána... tevő Dabas vezetőedzője? Igen, igen. Aztán utána meglá... meglátjuk, hogy... Pardon. Hol álltok most? Hatodik helyen állunk. Hatodik Mi helyen az helyen elvárás? Állunk. Én úgy gondolom, hogy a védekezésünk elég stabil. Most egy rövid idő, de hát, amennyire én ismerem a játékosokat, már ismerem, mert azért az MB3-at is ismerem. A stabil, a támadó játékunkat kell egy kicsit javítani, viszont vannak olyan sérültjeink a b 3 ban akik meghatározzák a támadó játékot. Ha ezek felgyógyulnak, és egy kicsit más stílus tudunk elfogadtatni a játékosokkal, vagy megtanítani, vagy tudok, akkor úgy gondolom, hogy ebből is előlébb lehet lépni. Én a csapatot az első ötbe várom. Na hát akkor kíváncsian figyelni fogjuk majd a most is, hogy Daika Lacival mire jut. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sok sikert. Köszönöm. További sportosat.